Ezt a videót a Corvin konzol támogatta. www.corvinkonzol.hu. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit around and make the fucking blind fall. Na szervuszok gyerekek, itt vagyunk egy újabb NBA 2K15 My Team videóban. Oh my fucking god! Az a helyzet, hogy most egy nagyon érdekes sorozattal készültem nektek. Nem tudom, szerintem három részes lesz. Sőt, nagy valószínűséggel csak három részes lesz. Reménykedjünk, hogy csak annyi lesz. A lényeg az, hogy létezik egy olyan challenge, amelyben Yao Minget meg lehet szerezni. Úgy nevezem ezt a sorozatot, hogy út Yao Minghez. Vagy pedig Chong Kong Yao Ming. Kínaiul, ugye? Na most, az a helyzet, hogy vannak challenge-ek a játékban. Ugye ez szerintem eddig ezt így nagyon... legtöbb ember tudta egyébként. Vannak ilyen level 1, level 2, stb. Dolgok. Ezek ilyen egyszerűbb dolgok, látjátok itt a rewardokat például, hogy 750 my team pont, itt mit tudom én, ezek megvannak. Szóval ilyen kevesek. Egy-két challenge-jel lehet kapni Zafir játékost, ami egy különleges lapfajta, meg fogom mutatni, miről beszélek. A lényeg az, hogy van egy ilyen weekly challenge, amiben Yao Minget meg lehet szerezni. Nem volt egyszerű dolog, mert ha látjátok, vannak minden challenge-nek vannak különböző ilyen elvárásai tulajdonképpen, hogy milyen legyen a felállásod a játékcsap, a csapat. És itt például a kezdők között 5 Zafir játékosnak kell lennie, valamint a pad az csak ezüst játékos lehet. Nekem nem volt 5 Zafir játékosom, úgyhogy szívtam, úgyhogy meg kell szereznem 5-öt. Most már azt mondom, hogy van 5 játékosom. Érdekes kezdőtös lesz, úgyhogy most ezt szeretném megcsinálni, 3 meccset kell nyerni, mint látjátok 0-3. Viszont akkor most nézzük meg, hogy összepakolom a csapatot. Ugye nem lesz egyszerű. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy rámegyek egy olyan line-upra, amit nem szoktam használni, és kitörlöm a francba. És elkezdjük újra az egészet. Valószínűleg fogok vásárolni is, mint látjátok MyTeam.ból megvagyok, mert van egy játékos, vagy talán 2, meglátjuk mennyit tudunk megvenni, akikkel már gondolkoztam, hogy nem lenne rossz székén a csapatba, úgyhogy most ezt akarom megnézni, hogy create new lineup, és akkor mondjuk az lesz, hogy Yao, elnevezzük Yao Mingnek. Remélem, hogy faszáson vagytok, remélem minden oké. Na most ugye ezek a challenge-ek, ezek botok ellen mennek tulajdonképpen, tehát a gép ellen megy igazából. Meglátjuk, mi lesz belőle, kíváncsian várom egyébként nagyon, hogy mi a szitu. És akkor Yao. Nézzük. Ugye tehát csak Zafir játékos lehet a kezdő ötösünk. Na most akkor add player. És akkor ugye itt ki tudom választani, hogy Zephyr legyen. Na most Nate Archibald és Lenny Wilkins mindketten point guardok, illetve shooting guardok, illetve Lenny Wilkins, igen, tehát point guard és shooting guard. Én Nate Archibaldot fogom rakni a point guardra, utána pedig szintén Zephyr-t kéne. Nincsen Zephyr, shooting guardom? Az úgy jó, hát akkor all, és akkor gondolom minden kiválasztjuk, hogy ki legyen. Na most hol vannak a Zephyr játékosok, vagy most mit bénázok amúgy? Szóval a shooting guardra milyen tudok rakni Zephyr-t? Ruby Bulls, de nem akarja beadni. És mi? Ja, mert shooting guardon van, hülye, players. És akkor Zephyr. Úristen, na mindegy. Rick Barry-t mosítottam ki, viszont egy small forward, ahogy látom, mert nem tudok róla semmit egyébként. Nagy átlagban nekem csak retro játékosom van, akik Zafirok. Úgyhogy Lenny Wilkins lesz a kettesem. A small forwardom az lesz Dominic Wilkins. A power forward szerintem lesz akkor, akit... Várját, rakjuk már is a players-re, mert akkor úgy jó. Az lesz mondjuk Rick Barry, bár nem tudom melyikük a magasabb, 6-7, és Dominic Wilkins is 6-7, úgyhogy hát itt lesz egy kis mismatch, vagy nem tudom, lesz egy kis probléma. Minden nekem ilyen csapatom van, és akkor center megint vissza kell rakni players-re, és akkor Tom Chambers lesz a center, aki 6-10, tehát ő a legmagasabb a sajnos a Zephyr játékosaim közül. Úgyhogy nem a legerősebb kezdő ötös, van egy ilyen misplay, viszont meg akarom nézni, hogy Rick Barry jól dob, úgy nézem, nem tudok róla tényleg semmit, 3 pontosról jó, Wilkins-t ismerem, Nate Archibaldot ismerem, Tom Chambers, nem nagyon játszottam vele, viszont a post-offense jónak tűnik, ami jó, és akkor most nézzük meg akkor az ezüst játékosaimat, de mielőtt még elkezdeném építeni a padot, arra gondoltam, hogy vásároljunk. Vásároljunk. Aukciós ház, úgy sem mutattam még meg soha nektek. Search Auction, és ugye Silver. Én nagyon szeretném Gerald Green-t a padon látni, úgyhogy beírjuk, hogy nem tudom az ezüstre miért mentem rá, de mindez, szóval Gerald Green. Ő egy nagyon jó small forward, nagyon atletikus small forward.
És hogy elnézem, jó árakon megy, te jó Isten, viszont van egy 3350 érem nekem, nagyon jó. Nézzük, van olcsóbban esetleg? Nincs olcsóbban, hát akkor 3350-nél megvesszük, mert most nincs időm várni 3 órát, hogy bideljek rá. Úgyhogy Gerard Green, jó 3 pontos, jó belülről, nagyon atletikus, 94-es a zsákolása. Hát a védelem az már nem annyira jó, 92-es speed, szóval nagyon jó. Illetve ki az, akit még szerettem volna? Terence Ross. Majdnem azt mondtam, hogy Rick Ross. Szóval Terence Ross szintén nagyon jó silver játékos, viszont ő szerintem tényleg drágán megy. Nyilvánvalóan, akit még nagyon szeretnék egyébként, az Klay Thompson lenne, de ő nagyon drága. 2400, egész jól megy ő is, jó áron megy. 4003, 96000, tehát nem tudom, egy emberek mit gondolnak. Mindenesetre 2004-ért őt is bezsákoljuk. Azért jó egyébként ez, mert utána én majd eladom. Tehát, hogy most ráköltök egyébként csak erre a dologra, de most el lehet adni bármikor őket. Lehet, hogy még nagyobb profittal is el fogom tudni, Gerard Wint mondjuk 5000-6000 ilyen kis bunkon fölrakom. És jó, megnézzük még Klay Thompsont is, de szerintem őt azt, ő már egyáltalán nem fog beférni egyébként a mi kis kere pénzösszegünkbe. Ugye alapból ezüst játékos, de nagyon drága, 9000. Igen, ő nem megy olcsóbban, mert 82-es a ratingje, de mindegy, szóval ő most akkor így kimarad, sajnos ez van. Tehát Terence Ross-t üdvözölhetjük, illetve Gerard Green-t, nagyon jó vásárlás ez, egyébként azt mondom, jó ki fog egészíteni a csapatot. Oké, nagyon jó, akkor csináljuk tovább a csapatot, ugye Yao-t csináltuk. A hatodik emberünk, vajá, átrakjuk Silverre, és akkor Players. A hatodik ember egyértelműen Kevin Durant. Ő a rookie Kevin Durant, tehát az első éves Kevin Durant, ő ilyen előrendelői akcióból volt meg tulajdonképpen, vagy jött be. Úgyhogy ő mindenképpen jön, akkor még szintén Silver, Eric Bledsoe, nagyon-nagyon-nagyon erős irányító, 82-es ratingek, elég jó lesz ez a csapat. Szóval ugye Silverből megpróbálom kimaxolni, tudom, hogy csak lehet. Silver. Oké. Egyértelműen Gerard Green, egyértelműen Vaya Silver, egyértelműen jön még Kevin Garnett. Ugyanis, hogyha a single player meccseket játszol a My Team-be, akkor nagyon fontos a posztjáték, mert abból van a legtöbb pont. De ezt majd el fogom nektek magyarázni majd részletesen. Deion Waiters, inkább J.R. Smith, vagy Shumpert, mert Shumpert jó védő. Nem tudom, melyik legyen, Shumpert vagy J.R. Smith. Mert a támadás elég jó, hogy inkább Shumpertet rakom be. Viszont rá rakunk is egyből, most el kell használnom ezt az ötöt, mindegy, nem baj. Rakunk rá szerződést, mert nincs neki. Berakjuk még, centerből hiány vagyunk, úgyhogy sőt, mindenféleképpen Charles Oakley is jön, aki nagyon jó védő erőcsatár, és akkor rakunk még be centert. Terence Ross sincs bent egyébként, azt nézem, szóval nem tudom akkor mit bénázok, mert most akkor Shumpertre ráraktam. Na mindegy, most így az a baj, hogy nagy emberből, nem baj, megoldjuk úgy, rendben van Silver, és akkor legyen ugye bent még, akit mondtam, ugye Terence Ross, illetve Silver, egy centert kérünk még, mert center nincsen. Mason Plumlee, vagy Chris Anderson, vagy Javale McGee. Hát nagyon jó kérdés, ugye Anderson inkább egy blokkoló állat, ugye mert a Silvernél igazából csak egy-egy ilyen értékük van, ami úgy ér is valamit. Mason Plumlee, nem rossz center, tulajdonképpen a Silverek közül a legjobb centerem. De nem tudom, Javale McGee, szerintem inkább Javale McGee-t fogom berakni, ő úgy így támadásban sem rossz, és védelemben sem rossz. Hát azért támadásban nem rossz, azért ez kicsit túlzás volt, mindegy. Szóval egyébként az a lényeg, hogy Chris Oakley-t is beletrakni centerre, Garnett-et is beletrakni centerre, Javale-t is beletrakni centerre. Én azt mondom, hogy tök jók vagyunk, viszont replay, nem, adjust lineup, és akkor Eric Bledsoe helyett így kicsit megcserjük, ilyen meg Garnettet hozza be először, mert először mindig a nagy emberek fáradnak el, úgyhogy majd nézni fogjuk. Mindenkinek van kontraktje, senki sem sérült, ahogy elnézem, nagyon jó. És azon gondolkoztam, hogy kicsikét így felöltöm itt az ünneplő mezt, tehát 76ers Home és 76ers Classic Away mez. Na tehát akkor Yao Ming Dynasty, és elvileg a Houston Rockets ellen fogunk menni, de mi tényleg Current and Historic Rockets, tehát jelenlegi és történelmi Houston Rockets játékosokból összevágott, hogy Houston Rockets csapat ellen kell nyerni 3-at. Remélem, hogy meg tudjuk hozni. Szerintem lesz itt, oh my god, Jesus!
tehát Kyle Lowry, Tracy McGrady, Chandler Parsons, Luis Scola és Yao Ming, és valószínűleg James Harden is benne van abban a csapatban. Ott van persze a hatodik ember James Harden. Viszont a pad az elég gyenge, azt nézem. Szóval jó, még mi sem vagyunk sokkal erősebbek, tehát ha megnézitek. Hát nem tudom, kemény lesz az a helyzet. Na jó, hát Yao Minget ugye le kéne majd lőni. Valahogyan, várjál, limit. Protect the paint, inkább a festéket védjük, ugye Yao Ming. Play physical defense. Hát a feed the post az nem a legjobb lehetőség, mi nem az, hogy bemenjünk oda a palánk alá pick and roll-al. Inkább a dobásokra próbáljunk meg hagyatkozni. Average tempo az jó lesz. Kezdjük, nézzük. Na, feláll a csapat. Tudni kell, hogy Yao Ming nélkül én nem akarom elkezdeni egyébként tovább vinni a Road to the Playoffs-ot, mert elég agyfasz. Na, milyen a kezdő? Gyerünk, Nate Archibald. Kérem az elzenes Tom Chambers-től. Archibald üres, kettes. Megvan, ez az. Nagyon jó kezdünk. Tényleg nem tudom, miért fosok ennyire egyébként. Vannak olyan challenge-ek, hogy beszartok. Tehát van olyan, hogy ilyen, tényleg ilyen all-starok. Tehát ez a Onyx, ugye, mert háromféle szín van egyébként. Azt hiszem Ruby, Emerald és Onyx. De pont fordítva, mert Emerald, Ruby, Onyx. Tehát az Emerald az a zöld színű, igazából zöld kristály. Az a leg... Skola? Nem jó. Bakker, az Tracy. Jó. Tehát az Emerald a legértéktelenebb a három közül, utána jön a Ruby, és végül pedig az Onyx. Illetve végül még az a Pink Diamond, ami rózsaszín gyémánt. Chambersnek feladom. Nem kapta el, az nem is Chambers volt egyébként. De igen, Chambers volt, vagy Rick Barry, nem tudom, mindegy. Jaj, bakker, nagyon szar a védelmünk. Basszus, szar a védelem, az a helyzet. Na mindegy. Tehát, hogy ez a helyzet. Ja igen, és még hülyeségebbet mondtam, mert szerintem nem is tudom, hogy a Chambers fejez be, nagyon szép. Nem is tudom, hogy a Zephyr az hova való, az hova illik. Tehát az, nyilvánvalóan az Emerald és a Rubinál jobb, de rosszabb, mint az Onyx. Szerintem igen, az Onyx előtt van egyel. De ez is attól függ, hogy melyik Onyx játékos, mert Onyx játékosból van például olyan, aki alapvetően ezüst játékos, és akkor Onyx. Vagy van bronz játékosból is Onyx verzió, tehát hogy nem tudom, mitől függ, hogy melyikből van, és melyikből nincs. Minden esetre ez most így működik. Jó, Dominic Wilkins, kérem az elzárást, tudod, csak sem az elzárást. Viszont igen, Wilkins, és a hármas. Éppen hogy, fosok nagyon. Hozni akarom mind a három meccset egyből, nem akarok szarakodni vele. És akkor ez van, igen. Valamit mondtam egyébként, amikor raktam össze a csapatot, nem emlékszem, miről dumáltam, vagy fogom magyarázni. Na mindegy, a lényeg az, hogy tényleg, hogy ez az egyik esély arra, hogy megszerezzük itt Yao Minget. Van egy aranylap is Yao Mingből, amit ugye hát sokkal drágább maradjunk annyiba, viszont Chambers falttal együtt! 2+1 Tom Chambers! Egyébként én nem játszottam sokat ezek a játékosokkal, szóval így online módban? Jó. Online módban, ugye Road to the Playoffs módban nem a legjobbak egyébként. Tehát Dominic Wilkins használom folyamatosan, többieket nem. Ennyi. Nate Archibald jött ki nekem először, az, hogy a Domination játékmódot végigviszed a My Team-en belül. Az nem megy be, de bemegy. Aminek az a lényege, hogy meg kell verni bizonyos csapatokat, ugye igazából. Az összes csapatot az NBA-ben. Az alapcsapatokat, igen. És valami, nem is tudom hány csapat van az NBA most hirtelen, de jó sokat kell nyernék, azért aztán 25 meccset kell játszani? 50 csillag volt? Nem, valami, nem tudom pontosan tényleg fejből. És akkor azért, hogyha megvolt mind a három csillag, figyelj, fade away! Tom Chambers, Yao Mingen, tök mindegy, hogy durva, magas állatról van szó, nem érdekel minket. És végül is az volt a lényeg, hogy ezt meg kell csinálni, és azért jött ki Nate Archibald elsősorban. Aki egy ilyen nagyon gyors kis irányító fényében ismertem meg, Yao Ming, igen. Tehát Yao-val nem lehet sokat csinálni. Egyébként, aki nem ismerné Yao Minget, így az NBA-ben nincs annyira otthon, elmondom neki, hogy az egyik legmagasabb centerek egyik, aki valaha játszott az NBA-ben. Kínai származású és Archibald, nem jó, ezt elkapkodtam, mindegy. Aki már sajnos nem játszik, egy olyan, nem is tudom, 4-5 éve, ha minden igaz, lehet, hogy túl sokat mondok, hogy 3 éve volt az, visszavonult, mert hogy azt hiszem a térd problémái miatt, bár mondjuk egyébként nem meglepett, hogy baromi nagy állatot beszélünk, és Archibald a palánk alatt nem jó. Kezdünk kicsikét most hanyatlani, pedig jól kezdtünk. Skola! Nagy a pattanót!
nem szedi a patról, miért is szedné? Tracy McGrady szintén egy nagyon tőzsgyökeres Rockets játékos. Yao Ming-el volt, Yao Ming csapattársa volt. Végül is gyűrűt nem szereztek sosem, szóval nem lettek bajnokok, de nagyon jó játékos volt a maga idejében. Sajnos ő is visszavonult, szintén azt hiszem neki válsérülése volt, ha minden igaz. Barry, na most Barry-vel se játszottam még soha, úgyhogy Fade Away, nem jó a Fade Away. Nem néztem meg, az a baj, nem néztem meg, hogy mit tudnak. Mindegy, jók vagyunk, nem vagyunk esélytelenek egyáltalán, szóval sokat bénázok, és még így sem mennek el. Úgyhogy nagyon király. Igen, és ezt akartam mondani, hogy a Road to the Playoffs-ot, az online ligát én nem szeretném folytatni tovább Yao Ming nélkül. Ugyanis Yao Ming egy ilyen baromi erős tényező lehet, hogy az ember megtanulja használni. Na, jön a pad. Garnettet rakja centerre, ami egy érdekes dolog. Inkább azt csinálom, hogy Garnett legyen a power forward, és Javale meg Guy a center. És akkor Gerald Green-t rakja. Érdekes, mindegy, nézzük ezt így, nézzük. Kíváncsiuk a padra. Mit fogunk tudni alakítani, ők is cseréltek. Úgyhogy meglátjuk, Gerald Green, 3 pontos, miért ne? Ezért ne! A franc egy ilyen meg, hát nem igaz, de mindegy, nem szabad ezekbe így bele hűlni. Patrick Beverly volt az előbb a labdával, most az a baj, hogy nála van azért egy szupersztár itt a padon is, ugye jó védelem a James Harden személyében. Így a Harden, áj, de szar védelem, úristen, beállt és nem csinált semmit. Nem baj, 5 ponttal megy most a gép, az a baj, az itt a probléma, úgyhogy valamit itt alkotni kéne szerintem. Igen, elzárjuk. Bladzó, üresem, de szar release volt, nagyon túlment. Bakker, James Harden, Hardent is le kéne teljesen itt zárni, mert... De Bakker, hát bemegy! Simán elmegy köztünk, ez így nem túl baráti dolog. Na nézzük akkor, Eric Bledsoe. Próbálok valamin gondolkozni, valami okosságon. Az kicsoda? Barry miért van bent? Barry miért van bent? Ki kérte Barry-t? Garnettet kérem. Megsérült Garnett, vagy mi van? Gerald Green, 3-as, ott van, perfect relief! Mint ahogy... Steph Curry csinálná. 19-17, az első negyedben vagyunk, gyerekek. 2 ponttal megy, ezt most el kéne lopni valahogy. Patrick Beverly-től. Nem egy... Basszus, befaltalom. Nem egy ász irányítóról van szó, aki Beverly személyében. De... Aha. Otthon üresen, igen. Nem szabad hagyni, de miért megy le? Már váll le róla. Harden. Harden-től nagyon félek. Az nem fog bemenni Parsons, de be fog menni Bakker. Az Parsons volt? Nem, ez nem jó. Nem baj, 4 pont van közt az első negyed végén, teljesen jók vagyunk. Nézzük a következő negyedet. Igen, és meséltem nektek arról, hogy ugye, hogy a fade away, a posztjáték miért olyan fontos az ilyen single player challenge-ekben, illetve domination-ökben. Hú, ekkora steal, gyerünk! Valaki jöjjön föl. Ezt nem merem feladni, ott van, nagyon durván védik. Durant, 3 pontoson! Bakker, az merész volt, nem baj, nem, nagyon szép volt. Kevin Durant, ugye rookie Durant, nem olyan jó, mint az arany Durant, egyértelműen, tehát nem dob annyira jól a tripláról, de azért a tripla benne volt már akkor is, vagy legalábbis ebben a verzió labban benne van. Tehát a lényeg az, hogy My Team-ben ugye van külön olyan, hogy My Team pont, de ezt azt hiszem sokszor mondtam már, hogy a játékban az NBA-ben kétfajta fizetőeszköz, még egy steal. Gyerünk, azt föl fogom adni Terence Ross-nak, mert nagyon jó. Nagyon atletikus ember! Nézzük a visszajátszást! Úgy, félkézzel! Nem kell szarakodni két kézzel, ne szarakodjál vele! Tehát, hogy kétfajta fizetőeszköz van a játékban, az egyik a VC, ez a Virtual Currency. Oké, nem baj, az volt. Ez tulajdonképpen ez a megvásárolható pénz, fizetőeszköz a játékban. Ami barom érdekes dolog, mert nem egy free-to-play játékról van szó, de mégis tudsz venni benne pénzt. Nem annyira vagyok, nem értek ezzel a dolgokra egyet, tehát ez ilyen pay-to-win érzést ad egyébként. Szóval azért van egy csomó olyan my player egyébként, akit föl van tápolva, mert my career-ben is egyébként VC-vel tudsz fejlődni tulajdonképpen, ami szintén nagy baromság. Bledsoe, nem dobjuk el, mert nagyon szar. Figyelj, Garnett, posztjáték. Most nincsen Yao Ming, de van Yao Ming, de nem baj. Figyelj, posztjáték. Garnett, fade away, és megvan. És ott fönt ír a made shot plusz 2 és post move plusz 5. Láttátok? Ez azt jelenti, hogy ez plusz 7 pont összesen.
Na most a játék a végén összegzi, hogy hány pontot szedtél te így össze ilyen dolgokból. Ja, minket is kivédjük! Még egyszer véd ki! Nem védi ki többször. A végén a játék összesít, hogy hány pontot... Hogy most jön? Végén összesíti a játék, hogy hány pontot szereztél, és az alapján kapod meg a My Team pontot. Na most a My Team pont és a Virtual Currency Javali McGee-nek egy L-Yup, nem, nincs meg. És masszítem eléri. Nem tudod átváltani a kettőt, szóval nem tudsz, hogy csinálni, veszel mondjuk, mit tudom én, 40 000 VC-t, és akkor te átváltod azt My Team pontra. Ez így nem működik. My Team pontot csak úgy tudsz szerezni, hogyha nagyon sok My Team meccset játszol, illetve, hogyha ilyen challenge-eket csinálsz meg. Ugye nyilvánvalóan, valamint, hogy eladsz, ugye, a... Ja, hogy mi adtuk be, várjál, nem is az övéké volt. Figyelj! Bakker Archibald! Annyit dumálok, hogy nem is figyelek közben, ez baj. Nem baj, nem baj, inkább a vonalról Parsons. A minket be fogja dobni, de nem baj. Na nem, nem, nagyon helyes, nagyon helyes. Szóval, hogy eladsz nagyon jó játékosokat, akkor tudsz még My Team pontot szerezni. Ellenben, mint láttátok, van ugye az aukciós ház, ahol az elején kezdtem. Ott My Team pontokért tudsz venni játékosokat, szóval ott pedig megint csak abból működik a dolog, hogy My Team pontból vagy VC-ből veszel packet, és akkor fohászkodsz, hogy kifogsz valaki jót, szóval ez így egy érdekes dolog. Figyelj, ott van üresen! Dominic Wilkins, mindenféleképpen be kell, hogy menjen, tudtam én azt jól! Dominic Wilkins nem a legjobb tripla dobó, de teljesen vállalható vele a tripla. 27-26, még 3 perc van a másik négyedből. Nem vagyunk esélytelenek, de nem is alázunk, maradjunk annyiba. Szóval azért, jó, még nem is egy szar csapat ellen vagyunk, az is igaz. Tracy megvédik, Skola ki fogjuk védeni, mert... fogd meg! Nem fogta meg! Bakker pedig mekkora védelem volt rajta, te jó ég. És az nem menjen be! Nem menjen be! Nagyon szép pattanó! Tom Chambers! Úgyhogy ez a helyzet itt a My Team pontokkal, úgyhogy azért van az, hogy az ember tényleg megpróbál megszerezni minden lehetőséget. Oakley! Az a baj, nem támadó játékos, inkább csak védő játékos, de meg kell próbálni vele. Figyelj! Jön! Parsons! Nagyon szép védelem! Parsons! És a másik dolog az, hogy nagyon... Ja igen, és ugye visszatérve arra, hogy miért mondom azt, hogy meg kell fogni minden My Team pontot. És pont ezért van az, hogy nagyon fontos a posztjáték, mert a poszt mozdulatokért kapsz a legtöbb pontot egyébként ilyen single playerben. Online is egyébként, mert online My Team meccsekért. Mi ez a dobás? Online My Team meccsekért is kapsz My Team pontot, de ezek az offline meccsek valahogy könnyebbek. Szóval sokkal nagyobb eséllyel mennek be azok a dolgok, amik úgy nem szoktak mondjuk online. Dominic Wilkins! Bemegy az is, Dominic! 29-26, 3 ponttal el tudunk lógni tőlük. Úgyhogy ez van, gyerekek, nem a legegyszerűbb dolog itt a pénzszerzés, meg a játékos szerzés My Teamben, de valahogy egyszerűen imádom. Szóval azért van az, hogy én most rámegyek erre a Yao Mingre, mert igazából mindenkinek megvan, csak nekem nincs meg. Skola eldobja, hát azt tudtuk, hogy nem fog bemenni. Archibald. Kérek egy elzárást, Tom Chambers-től. Hát ez nagyon szép volt. Úgy. Chambers! Látlak, Chambers! The Secret of Chambers. The Chamber of Secrets helyette. Időt kell kérnie. Nagyon királyak vagyunk, nagyon jók vagyunk. Tom Chambers lehozzuk, helyette följön Javali meg Guy, és Rick Barry marad, de nem marad, mert Garnettet hozzuk fel. És ennyi. És 5 ponttal vezetünk. Próbálkozik Tracy McGrady. McGrady, egy Anix McGradyről van most itt szó egyébként. Láthatok egyébként a felvezető, az be fog menni. Nem megy be! Skola! Az viszont bedobja a triplát, mert tök üresen van. Így van, erre számítottam. Szóval az Anix Tracy McGrady nagyon, nagyon drága játékosnak számít egyébként, szóval tényleg. Javali meg Guy. Na nézzük, mit tud a Javali. Semmit. Wilkins! Hármasról! Lenny Wilkins! Nagyon szép tripla volt, 5 ponttal megyünk. Mondom, nem vagyunk esélytelenek, abszolút. Ez a Yao Ming abszolút esélyes, az a helyzet. Szóval abszolút ott van, hogy megszerezzük. Remélem mindig ugyanez a csapat ellen kell játszani, szóval 3 meccset remélem ugyanezek ellen kell. Bár én ahogy ismerem, szerintem az szép volt, Bakker. Szerintem így a második, harmadik meccsen már más Rakic felállások ellen kell majd menni, mert van egy olyan szupersztár játékos a múltból, aki Houston Rakic játékos volt, hogy nagyon szép volt, Hakeem Olajuwon. Aki tényleg egy ilyen all-star center, tehát hogy így meg is lefejjék, hogy most ebbe a felállásban nincs itt, viszont Dwight Howardot látom, most veszem még csak észre, hogy Howard is itt van. A
csere felsorolása nem is vettem észre, hogy Dwight Howard is biztos ott volt egyébként, csak én nem láttam. Az mekkora védelem! Csak az a baj, nem fogta meg az a hülye Javale McGee, aki egyébként a Shaquille O'Neal Fullnak a főszereplője. Ugye Shaquille O'Neal-nak a médiában, nem tudom melyik csatornán van egy ilyen műsora, hogy Shaquille O'Neal Full, amiben ilyen top 5 legbénább megmozdulást vesézik ki. Érdekes, hogy mekkora blokk Archibald! Nem baj, és ilyen gazdabb, hogy a shot clock violation nyomja be, tehát 24 másodperces támadó időt túllépték, ami egyébként eléggé meglepő, mert leblokkoltam, mert eldobta volna, azt ilyenkor újra kéne indítania, vagy nem tudom az órát. Érdekes, elég Bledsoe. Bledsoe-val próbálunk valamit. Gerald Green. Egyedül Green nem hozza azt, amit én várok tőle. Nem hozza azt, amit én várok tőle, egy kettes dobás sem hoz. Úristen, úristen! Véd ki! Dwight! Az nem is Dwight Howard, hanem Covington, csak ugyanúgy néz ki, mint Dwight Howard. LOL! Én azt hittem, hogy Dwight. Tök úgy, tök olyan haja van, tök olyan felszerelése, azt hittem, hogy Dwight Howardról van szó. Vicces. Fúgyják, egy nagy hőség van. Archibald! Így is van amúgy Eric Bledsoe, de tök mindegy, ők is hasonlítanak nagyon. Eric Bledsoe! 38-33 a másik negyed végén, 5 ponttal vezetünk, nem túl sok, de bőven benne van azt, hogy ezt hozni fogjuk, úgyhogy... Reméljük a legjobbakat. Na. Ők kezdenek. Nézzük, Kyle Lowry. Szintén a nő irányító személyében. Lowry, és bedobja. Nem baj, semmi probléma. Túl fogjuk élni azért a dolgokat. Szerintem én azt csinálom, hogy Dominic Wilkins lehozom, és Durant, nem, Wilkins maradjon inkább. Inkább az a helyzet, hogy az a tiszta, hogyha marad. Barry, nem baj. Barry, figyelj! Falt! Nincs falt, de nem baj, Barry végigviszi, Rick Barry. Őt most hoztam ki a végén, ugyanis ugye sokáig négy darab Zephyr játékosom volt, és az volt az elvárás ebbe a challenge-be, hogy 5 Zephyr játékosod legyen. És ki kellett hittem azt a challenge-et, amiben egy Zephyr játékost tudsz megszerezni, és ahhoz 5 meccset kellett nyerni. Szóval most már ott tartottak, hogy megvan az 5 Zephyr játékos, végre valahára, és meg tudjuk csinálni a Yao Ming-es challenge-et. Tracy McGrady ráugrok, az nem fog bemenni. A pattanó nagyon szép, mindenre gondolnak a fiúk. És egy tripla. Wilkins. Danny Wilkins kihagyta, köszönöm szépen. Miért is dobta volna be? Hát miért is dobta volna be? Nem tudom, mire gondoltam. Yao Ming egyébként nem csinál túl sokat. Az észrevételem. Mondjuk az online meccseken is azt vettem észre, hogy nem sokan használják ki Yao Ming-et. Szóval megszerzik, örülnek neki. Ajja. És maximum sokan csak benhagyják egyébként lepattanozni. Dominic Wilkins elfut a védelem mellett, és egy brutális zsákolással befejezi. Amit vissza is játszunk, köszönjük szépen, 2K. Ó, hát eléggé koránról játsza vissza, de semmi baj. Windmill in your face! A rohadt életbe, Dominic Wilkins egy zsákoló állat. És tényleg sokan nem használják ki, ahol minket pedig posztjátékon nagyon jó. Magas, nehezen védhető. Mik ezek a dobócselek, Yao? Tehát te nem vagy tripla dobó. Hol lennél az? Nem is tudom, 2-20 centi volt körülbelül Yao Ming, tehát ilyen paraméterekre gondoljatok. Nagyon szép védelem, Dominic a lepattanón. Nem tudom mi legyen, jó, kicsikét lenyugszunk, és Rick Barry-t látom, kéri a labdát. Barry, egy spin move, rácsapjuk Skolára, és nincs meg a befejezés, köszönjük szépen. Te megpróbáltad azért mindent, Parsons. Tracy! Igen, McGrady-t is nagyon jó lenne megszerezni. Drága, meg őt nem lehet ilyen challenge-ből megszerezni. Az a baj, csak Zephyr játékosokat lehet challenge-ből szerezni. Úgyhogy ez van. Na, hozzuk fel a padot. És McGee, jó, rendben van, nézzük. Terence Ross. Hozzuk fel, mert ő nem csinált még túl sokat. És szeretném, hogy csináljon valamit. Garnett, Yao Ming-en, na nézzük, mi lesz ebből. Garnett, az nagyon gagyi. Mindegy, faltot kiharcolta. Egyébként spin move-os fade away-t akartam csinálni, post fade away-t, de végül nem lett belőle semmi. Garnett nagyon jó büntetődobó, úgyhogy nem aggódok miatta. Majdnem aggódhattam volna. És látjátok, például az ilyen büntetőkért egy pont jár, mit tudom én, zsákolásért 2-3, és a post fade away-ért meg, tehát ezek egy-két pontok az átlagosok, amik egy-egy ilyen pontszerzésért járnak. A poszt mozdulatokért jár 5 pont. És érdemes ezekből betárazni egyébként a meccs folyamán, mert a végén akkor ilyen 900 my team pontot is lehet szerezni, mondjuk szembe az 5-600-zal. Ami azért már számít sajnos ebben a játékban. Szóval tényleg így nem azt, ez nem csalásnak számít, hanem igazából így nagyon szép védelem.
hanem előre gondolkodás, hogy akkor hogy legyen a dolog. Bár én itt most nem nagyon post-fade-övéjezek, mert nem tartunk ott szerintem, hogy én itt post-fade-övéjezek szó nélkül. Tracy meg Grady 2+1. Fantasztikus, Kevin Garnett faltolta le, és nem dobja be, az egy érdekes dolog mondjuk, mindegy, Terence Ross. Na kérek egy elzárást Garnett az elzáráson, és Garnett jön be, 2+1 Kevin Garnett! Visszaadja és darabolja a tűzifát! Darabolta a tűzifát Garnett, erről van szó, Kevin KG. KG-ből van egyébként nagyon sok fajta, ez egy sima silver lap. Van belőle azt hiszem egy Anix, az ugye ilyen 2005-ös Anix játékosként, ugye mert itt több faj, több évbeli játék, vagy hogy mondjam, több szezonból is előfordulnak ugyanazok a játékosok. Ezt mondtam egyébként az egyik, azt hiszem Patricknak, a Anfield-del beszéltük ezt, hogy FIFA-ban is tökön, hogy lennének ilyen klasszikus játékosok, mit tudom én, hogy Pelé, meg nem tudom kik, nem vagyok annyira fociban otthon tényleg, meg Puskás, mennyire menő lenne, és akkor ilyen 99-es tudjátok, ilyen komoly lenne. Csak ugye a FIFA-ban alapból is annyival több játék, valami, nem tudom, szerintem 10-szer annyi játékos van, mint az NBA-ben, azt NBA-ben ugye jobban belefér. Nézzük Javali a fadeaway-en, Javali a fadeaway-en, lószar, köszönöm. Nem az ő játéka, csak megpróbáltam, hátha. Na az ilyen kísértezésekből lesznek itt a problémák néha. Úristen, az biztos nem megy be. Mekkora blokk? Mennyire benne volt a donálóba? Garnett. Ross. És blocking foul, jól van, az nagyon jó. Mert attól féltem, hogy támadó faltot fog fújni a bíró, de nem. Közben csak 6 ponttal vezetünk, szóval azért mondom, hogy nem egy alázás ez. Én erre számítottam ám, hogy nem lesz ez azért annyira könnyű. Ugye főleg azért, mert ezüst játékosokat rakhatsz be csak. Aranyjátékosokkal jobban állnék nyilvánvalóan, meg jobban merném dobálgatni a fadeaway-eket, és Durantet látom a hármason! Abszolút ki kell neki passzolni. És a posztot tényleg nem előttem most, mert most inkább arra megyek, hogy meglegyen ez a challenge. Nem arra megyek, hogy minél több pontot szedjünk össze belőle, de hogyha már van lehetőség rá, akkor miért ne? Főleg azért nem egyébként, azért nem előttetem a posztot, mert Yao Ming van a center pozícióban. És hát durva. Step back, Garnett, egyértelmű, perfect release. Erről van szó, tökéletes dobás. Így kell csinálni. Már 9 ponttal megyünk. Helyette 11-el, de tök mindegy, István, tanulj már meg számolni. Meg lesz ez. Kicsit félek, megmondom őszintén a következőktől, hogy vajon ugyanez a csapat ellen kell-e menni, vagy pedig nem. De szerintem nem, mert nekem Matyi Harden például azt mondta, hogy az utolsó meccs egy kicsit zűrös, vagy valami ilyesmit hallottam. Hát arra kíváncsi leszek majd. Kyle Lowry lepasszolja Scolának. Azt pedig Tracy McGrady, viszont egy falt, úgyhogy kettőért megy a büntetővonalra. Szerintem mindkettőt be fogja kenni, bár egyet már kihagyott a meccs folyamán, úgyhogy nem annyira nem tartja annyira ezt a színvonalat. Nézd meg, azt is kihagyja, hát ez egy érdekes. Lenny Wilkins. Viszont én feladom, de nem megy be. Durant! 3 pontért. Újra Durant! A triplára! Durantnek 11 pontja van, egy lepattanója és 2 asszisztja. És még egyszer mondom, ez a rookie Durant, nem az arany Durant, úgyhogy azért az kemény. Harden sem csinált még eddig túl sokat. Nem brillírozik azért ez a csapat szerencsére, az a helyzet. Szóval ez egy ilyen... Nem akarom elbízni magam. Majdnem meg volt volni. 55 másodperc van a 3/4-ből. És közben 9 ponttal vezetünk. Úgyhogy mondom, jól állunk. Bloodzow elzárás. És Chambersnek a föl nem nincs meg. Viszont nagyon szép védelem volt. Jó, mindenki akkor tökélyes pattant a labda egyébként. Kevin McHale, az öreg McHale. Szintén egy All-Star, vagy nem tudom, All-Starnak számító játékossal van dolgunk. Kevin McHale szerepében, aki ugye ebben az esetben edzőként ült a padon. Nagyon szép. Jó elzárásokat egyébként ez a Chambers, az a helyzet. Oakley, nem támadó játékos, de befejezi simán. Simán, öcsém. Na mi van, öcsém? Patrick Beverly hozza a labdát, 30 másodperc. Beverly. Le fogja passzolni Hardennek, nem? Mert Beverly kijön. Igen, Ellie, az nem megy be. A pattanó! Chambers, mit lustálkodsz? Olyan vagy, mint én. Na, Beverly nem dobja a triplát. Pedig Beverlynek nem rossz a triplája, nem tudom, miért nem dobja el a gép egyébként. Harden. Majd most. Nem. Nézd meg, nem dobja el egyszerűen Beverly-vel. Nem tudom miért. Tud valamit a gép, amit én nem. Ellie. Hát az egy érdekes dobás volt. Egy másodperc, jó. Azt még eldobjuk. És majdnem bement. Hú, de komoly lett volna, hogyha bemegy. Nagyon király.
11 pont van közte, elnézést a büféért. Nézzük. Megkezdjük az utolsó negyedet. Megkezdjük az utolsó negyedet, és felhozzuk a kezdő ötöst. Bár egyelőre az az érzésem, hogy a pad sokkal jobban teljesít. Ezt majd a végén megnézzük statisztikában, meg baromire kíváncsiakra, majdnem csúnyát mondtam. Archibaldot nem erőltetjük. Wilkins, Archibald. Archibald, egy, igen. Aha, azt nem kéne. Archibalddal jól lenne dobálni, csak egyszerűen félek, hogy nem dobja be. Figyelj, Archibald. És el is veszti, jól van. De milyen név már, négy Archibald. Beverly, mekkora védelem, de nem fogja meg. Patrick Beverly. Na mit fogsz csinálni? Nem csinál semmit. Majdnem eldobta. Nem szabad hagyni, mert jól dob amúgy az ember a Parsons, azt hiszem. Harden nem megy be. Azért mondom, hogy nem kell annyira ráfeszülni a meccsre. Dominic Wilkins és a hármas. Miért ne? Ezért ne, köszönjük. Azért mondom, hogy Dominic Wilkins tényleg nem a hármas a főjáték, hanem az atletikája. Tehát inkább a zsákolásokra kell hagyatkozni vele, Beverly. És palánk alól próbálja Beverly-vel. Egyébként Old Dirty Bastardnek is hívom még. Nézd meg, crack kokainom van amúgy a csávó. Most fújta ki. És az is kihagyja, mi van ezzel a Rakic csapattal? Nem tudnak dobni büntetőt, vagy mi van? És nem centerekről beszélek, nézd meg. Érdekes. Barry? Barry, Barry, itt látom, Barry, az az ő játéka, Barry, az az ő, így van, midrange, midrange, középtávol, midrange, bent Barry, Rick Barry, de mindegy. Nem rossz a csapat, csak nem ismerem még őket, szóval ez itt az én kis nem problémám, hanem hogy be lett burva, azt a, és így brutálisan mindenki fölé emelkedik, nézzétek meg, brutálisan, egyszerűen brutális az ember, mennyivel nagyobb darab. Ilyen, olyan, mint nézd, hogy ilyen tök aránytalan az egész ember a többihez képest, mint valami Gulliver bakker a manok között, törpék között, vagy normál emberek között. Wilkins, és Dominiket látom, úgyhogy eljúp riadó, airborne. Jön a bombázás, így van. Dominic Wilkins bombázás, így van. Be fogom hozni majd Kevin Garnettet, ugyanis azt nézem, hogy 61-49-szor 12 ponttal állunk jelenleg. És még van 4,5 perc, hogy talán egy kicsikét ráhúzhatnánk a posztdobásokra. Mert most már úgy néz ki, hogy... és micsoda putback volt az Yao-tól. Úgy néz ki, hogy most már... meg fogjuk nyerni ezt a meccset. Úgyhogy most már kicsikét elkezdhetünk nem azt, hogy lazítani, hanem a pontokra is összpontosítani. Jó, kérjük az elzárást. Hát az nagyon gagyi megmozdulás. És be tudom vinni, Dominic Wilkins. Nem túl erős a védelem. Nem túl erős a védelem, azt vettem észre. Mindegy egyébként, szóval nekem ez nem probléma. Lauri, Tracy, McGrady, Yao Ming. Egy jó látni ezt a párost, McGrady, Yao Ming. Tök jó, hogy ezt én is meg tudom csinálni így a My Team-emben, de hát ez nekem ez így, Tracy, McGrady nekem ki van zárva. Tehát én 370 000 My Team pont körülbelül. Nekem eddig, ami a legtöbb volt, ez egy ilyen 40 000, nem, 35 000 volt. És én megvettem abból LeBron James-t, illetve megvettem... McGee! Reverse dunk! Reverse poster dunk! Nézzétek meg! Beterítette Tracy McGrady-t ez az ember. Javali McGee mégse volt a rossz választás. Igen, és megvettem ugye LeBron James-t, illetve Kevin Durant-et. Tehát ezt végigvisztem Wilkins-el, mit szóltok hozzá. Nem fogok én passzogatni, minek. Ugyanis a domination módban egyébként minden meccs után kapsz egy packet, ugye? Olyan packet kapsz, amelyik csapatot éppen legyőzöd. Legtöbb, mindegyik packben van játékos egyébként, szóval azt hiszem 3 csillagnál garantáltam mindig az, de nem vagyok benne biztos, de 3 csillagnál garantált a játékos. És sem a Cleveland Cavaliersnél, sem a Oklahoma City Thundernél nem kaptam meg a sztárjátékos, tehát se LeBron, se Durant-et, én pedig azt hallottam, hogy nagyon sokan megkapják, tehát ez ilyen random dolog, én nem kaptam sajnos meg, én a Clevelandnél megkaptam Kyrie Irvinget, és ez egy tripla, amit én be fogok dobni, így van, viszlát. És akkor végül is abban van attól, hogy meg kell vennem az aukciós házból, meg is tettem, úgyhogy most már úgy fel vagyok zárkózva mindenkihez képest nagyjából, de amikor jönnek ilyen Michael Jordan-nel, meg ilyenekkel, az már brutális, tehát... Nagyon jó. Lenny Wilkins. Na jó, akkor játsszuk ezt a posztjátékot, mit szóltok?
Garnett. Szerintem megkérjük, hogy Garnett posztapoljon már nekünk itt, mert valami olyasmit fogsz csinálni egyébként? Az mi? Az jó. Na, és akkor ez a posztap, na, mi van már az Y-nal, vagy Xboxon a háromszöget tudod csinálni, és akkor jobbra, belet burva, nem baj, falt. Mindjárt még megpróbálom elmagyarázni nektek monomásabban ezt a posztap dolgot, de nagyon könnyű megcsinálni, szóval nincs benne semmi nagy dolog. A lényeg az, hogy olyan játékossal kell a posztjátékot játszani, aki jó is a posztban. És én ezt előre tudtam, hogy ki jó a posztban. Tehát például, aki aranyjátékosok közül LaMarcus Aldridge? Igen, mert van olyan, hogy DeMarcus Cousins, és van olyan, hogy LaMarcus Aldridge. Szóval bele lehet ám kavarodni. Szóval Aldridge nagyon jó posztjátékos. Dirk Nowitzki nagyon jó posztjátékos. Al Jefferson nagyon jó posztjátékos. Garnett pedig nagyon jó. Lószar volt ez, na mindegy. Kevin Garnett nagyon jó posztjátékos, csak ugye ő meg nekem nem a Ruby verzió van meg, vagy sem az Anix verzió nyilván, hanem a Silver verzió. És a Silverben azért annyira nem jó az aranyjátékosokhoz képest posztban. Ki a jó posztjátékos, még azon gondolkozok. Kobe Bryant nagyon jó posztdobó, ugye Michael Jordan szintén. LeBron James sem rossz, de azért nem az a fő játéka. Na, Javari meg Giffy, Tiao Ming, nézzük csak, vagy VS. Mi legyen? Igen. Hát ezt nem vette be, úgyhogy hagyjuk. Archibald. Kegyezel Javalétól. És Archibald. Na egy dobás. Na Archie, az Isten áldjon meg! Hát tök közel volt. Na, azt be fogom búrni. Búúúú, ott a búrás, ott a blokköcsém! Javalé meg Guy megkapta tőle. És Archibald egy kettes. Legalább egy kettes dobják, köszönöm. Igaz, hogy már 6 pontja van, de tök mindegy. Mekkora blokk volt Javalé meg Guy-től? Megi nagyon jó blokkoló egyébként, szóval jó a blokk értéke. Azt meg fogja dobni, de nem. És ott egy lepattanó is Javalétól. 2.2 lepattanó. Egy assziszt, elnézést, 1 perc van hátra a meccsből. És ezt durván meg fogjuk nyerni. Hát akkor Javalé, figyelj, egy posztjátékot, jó, gyönyörű volt egyébként. Érdekes amúgy, hogy van, amit nem számít ám posztjátéknak. Ezt például annak számított, a post moves odaírta, de van olyan, amit például nem. Tehát, hogyha posztból így kimész, egyenesbe rakod a játékost, és úgy dobod be, akkor az már nem posztmove-nak számít. Nem tudom miért, nem pedig posztból csináltam. Mindegy, érdekes ez az értékelés. Kóla. Mekkora védelem! Jó, hát mi legyen? Játsszuk Javalit! Javalé meg... Hát ez így durva volt, nem baj. 35 másodperc van hátra. 75, 58, és meg megint egy lopott labda. Na nézzünk egy ilyen. Ó, majdnem 2+1. Floatert akartam, ez egy lebegtető dobás, amikor így megy a palánk felé, és csak így földobja előre. Ezt azt jól megmagyaráztam. Archibald, igazából 85-ös a büntetője, de még az sem megy be, úgyhogy... De négy Archibald, figyeljetek, 6 pont, 1 lepattanó és 6 assist, szóval inkább a playmaker részét kell értékelni Archibaldnak, tehát a... passzokat, valamint védelemben sem utolsó, A-os értékelést kapott a labdaszerzése, illetve A-os a periméter védelme, tehát ez a széleken, a pálya szélén lévő védelem, tudjátok, a tripla dobást védő, meg ilyesmi, szóval az viszont nagyon jó, mint egy Steph Curry ellen, ugye aki nagy tripla dobó hírében áll. Na jó, ezt most megvárjuk, végig megy. Na gyerekek, az első meccset hoztuk 76-58-ra, ez még egyelőre nem volt nehéz, viszont 33%-ban állunk egyelőre a Yao Ming megszerzéséért, még 2 meccs van hátra. Köszönöm, hogy velem voltatok, hogyha tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot mindenféleképpen, és ha várjátok a következő lisztet, szintén írjátok meg, meg arra is nyomjatok egy lájkot, mindenre nyomjatok lájkot, mert különben vége az életeteknek. Na, még egyszer meg szeretném köszönni a Corvin Konzolnak a lehetőséget, hogy játszatok ezzel a játékkal, ezért fölvehetem rendes minőségben a dolgokat, nézzetek körül náluk. Elején ugye az intróban meglátjátok a weboldalukat, illetve a leírás ponton a Facebook oldaluk, érdemes megnézni. És 665 pontot tudtam összeszerezni, látjátok. Nem túl sok. Nem előtettem a posztjátékot. Hát csak 3 meccset kell nyerni a 3-ból. Nézzétek meg Kobihoz képest mekkora Yao Ming azon a képen. Nézzétek meg! Nézzétek azt meg! Úristen gyerekek! Na, a következő Yao Ming rész pedig valószínűleg a héten még érkezik. Szervusztok gyerekek!